Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Gyulaváros képviselőtestületének tagjait, a június 9-én megválasztott új testület első rendes ülésén, október 31-én. Tisztelettel köszöntöm a polgármesteri hivatal jelenlévő munkatársait, jegyzőurat, osztályvezetőket, csoportvezetőket, a városi intézmények és gazdasági társaságok vezetőit, képviselőit és a sajtótisztelt munkatársait, akiknek köszönhetően a nyilvánosság is figyelemmel kíséri a mai munkánkat. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, valamennyi képviselőtársunk jelen van. Bocsánat, igaz, Vigné Fábián Diana igazoltan van távol, de ezzel együtt is határozatképesek vagyunk. Tisztelt képviselőtestület, a meghívóban megjelölt napirendhez képest egy új napirend felvételére teszek javaslatot. A fő napirendek között a 7-es sorszámú szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztés felvételére. A sorrend tekintetében pedig kérném, hogy utolsóként a költségvetési rendelet módosításának tervezetét tárgyaljuk meg. Más nincs, igaz? Van-e a napirenddel kapcsolatban hozzászólás kérdés? Nincs, akkor az SMS szerint először arról kell döntsünk, hogy fölvesszük-e napirendre az SMS módosítását. Kérem, hogy erről döntsünk és javaslom vegyük föl. Igennel egyhangúan úgy döntöttünk, hogy fölvesszük napirendre. Ennek megfelelően most javaslom, hogy szavazzunk a teljes napirendről az új napirenddel együtt, azzal, hogy sorrendet tekintve utolsó a költségvetési rendelet módosításának tervezete. Aki ezzel egyetért, kérem igennel szavazzon. Igennel egyhangon elfogadta a képviselőtestület. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim, kérem, hogy aki az SMS-nek megfelelően az interpellációját, kérdését benyújtotta, írásban jelentkezzen szólásra. Elsőként Kis Szabolcs képviselő úr jelentkezett, megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, jegyző úr, tisztelt jelenlévők. A közelmúltban egy közösségi oldalon megjelent egy poszt a Szarvas utcával kapcsolatban, hogy szépen dúsan megnőtt a gömbakácok lombkoronái, teljesen kitakarják az utca közvilágítását. Ezt jó magam is ellenőriztem, és egyáltalán nem túlzott a posztnak a szerzője. Ugyanakkor a poszt hozzászólásainál más utcákat is említettek, mint például a Budai Nagy Antal utca. A Vár utcán a nyáron is jelezték, hogy a Gledicsiák lombja kitakarja a világítás nagy részét. Németvárosról is érkezett jelzés, hogy közlekedési táblákat takarnak ki a növények. A Szarvas utcával kapcsolatban már egyeztettem illetékessel, és biztosított arról, hogy orvosolják majd a problémát. Ugyanakkor szeretném megkérdezni, hogy városi szinten figyelemmel vannak-e kísérve ezek a problémák, és a fák gajazási munkálatai milyen ütemben, és mikor fognak megvalósulni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, fontos és aktuális kérdés. Ebben az időszakban kezdi a közlemi Kft. A gajazási munkálatokat. Kérném Molnár Csaba ügyvezető urat, hogy legyen szíves velem szemben helyet foglalni, és nyújtson tájékoztatást a képviselőtestületnek arról, hogy a fák gajazásával kapcsolatban milyen ütemezéssel, milyen munkákat terveznek, és kérem, hogy külön térjen ki a képviselő úr által megjelölt utcákra. Rendben. Tisztelt képviselő úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! A fák gajazását cégünk akkor szokta végezni, amikor már a vegetációs időszakon kívül vannak a növények. Ez a szakma szerint úgy állapítódik meg, hogy a teljes levélzetet elhullatják. Korábbi években is január első hetében kezdtük, és március közepéig érünk végig a városon, vagyis hát a kollégáim érnek végig a városon. Tehát az ütemezés pontosan így, mert nem tudom megmondani, nyilván szerintem egyeztetni fogunk az összes körzeti képviselővel, hol látnak olyan problémát, amelyet mondjuk az én kollégáim elsiklanak fölötte véletlenül, nyilván nem képviselők jobban ismerik a területet.
a Szarvas utcában a kászfasorral az a helyzet, hogy azt a lakók maguk ültették, és nem feltétlenül jó helyre. Szakmailag nem jó helyre. Ez lehet az oka annak, hogy a lámpatestek által kibocsátott fény korlátozzák. A Szarvas utcában nem gajazásról van szó, hanem a fák ifításáról, és ezt pedig december hónapban el fogjuk végezni. Illetve a Gyula hírlap hasábjain, valamint a Közem honlapján folyamatosan tájékoztatást nyújtunk majd az aktuális közterületi munkákról, ahogy ez szokott lenni korábban is. Köszönöm, ügyvezető úr, akkor kérném, hogy tájékoztassa a körzeti képviselőket arról majd, ha eljön az ideje, hogy januárban, akkor hogyan ütemezik ezeket a munkálatokat. Képviselő úr, elfogadja-e a tájékoztatást? Igen, köszönöm szépen. Köszönöm. Kis Tamásné képviselő asszony, következik öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyző úr, tisztelt képviselőtársaim. Két interpellációs kérdéssel fordulok ismételten a testület elé. A kerékpárúttal kapcsolatosan többször beszéltünk már, de továbbra is szinte heti rendszerességgel kérdezik a lakók, hogy milyen változás történt azóta, hiszen most folyamatosan bejelentettük azt, hogy tudtunk rá benyújtani pályázatot, de a megvalósulására szeretnék rákérdezni. A Temesvári út kerékpár állapota a hőhatására folyamatosan romlik, jön a téli, utána átmegyünk a 40 fokba, és ez még jobban erősíti az utak állapotásának romlását. Így érdeklődni szeretnék, hogy a beadott pályázattal kapcsolatosan van-e valami információnk, hol tart. A másik kérdésem pedig az, hogy továbbra is gondot okoz a paradicsomi lakótelepen élőknek a parkolás. Kik arra panaszkodnak, hogy a jelenlegi parkolók felporzanak, kátyusak, amikor áll a víz, bokáig süllyednek, amikor kiszállnak az autóikból. A Láner utcai lakosok arra panaszkodnak, hogy nagyon nagy a telítettség, és van, aki akár lakókocsit is elhelyez a lakótelepen. Kérem, hogy a jövőre nézve folytassuk a parkolók felújítását, és ha már lehetőségünk nincs új parkolók létesítésére, akkor mindenképp erre szeretném kérni a testület támogatását. És sokan kérdeznek arról is, hogy a megépült garázsok átadása mikor történik meg, hiszen kb. 2 éve kezdődött el a megépítése, és nagyon örülnénk, ha megvalósulhatna ez a beruházás is, hiszen valamennyit biztos csökkenne akkor az ott parkolók autóknak a száma. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Domokos Ádám osztályvezető úrhoz tartoznak ezek a kérdések. A pályázatot beadtuk, jelenleg az értékelési szakasz zajlik. Kérem, hogy tájékoztassa a képviselőasszonyt és a testületet arról, hogy pontosan melyik szakaszban van mi várható, illetőleg a garázsokkal, parkolókkal kapcsolatban milyen információink vannak. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, képviselőasszony, kedves jelenlévők. Egybe szeretnék akkor válaszolni a képviselőasszony kérdésére. Kezdeném a kerékpárutas pályázatunkkal, úgy itt határidőre beadásra kerültek az anyagok, illetve a pályázat. Jelenleg ugye abban a fázisban tartunk, hogy az államkincstár visszaigazolta azt, hogy a jogosultsági feltételeknek megfelelt a pályázat. Tehát ez azt jelenti röviden, hogy olyan pályázati anyag került benyújtásra, ami alkalmas arra, hogy a későbbi fázisában a tartalmi értékelés megkezdődjön. Ez követően meg is kezdődött, hogy jelenleg ebben a fázisban vagyunk. Reményeink szerint a támogatói döntés az mi hamarabb megszületik. De ugye a döntést követően még elő kell készíteni, pontosítani, projektfejlesztéssel lesz érintett, tehát a előkészítő munka még azért ránk vár. Tehát az első kapavágás, úgymond, ha így rövidíteném, akkor azt egy kicsit későbbre tudjuk tervezni, de reményünk szerint jövőben erre sor kerülhet. Illetve a Temesvári út, igen, ugye érintett a pályázatban, de addig is a baleset veszélyesebb részeket, ugye legutóbb a Botond utca környékén volt egy javítási munka, azokat igyekszünk ugye folyamatosan ellátni, a javítás munkákat elvégezni. Parkolók és garázsok esete, igen. Az idei évben, az első fél évben ugye a Orgona sétának a Lakner utca
és a Rulikovszki közötti részén ugye 26 darabos parkolóhely kialakítást, ugye aszfaltburkolatos parkolóhely kialakítást végeztünk. Ezzel egyidejleg abban a fázisban elkészült a felújítási terv az Orgona sétának a Lakner és a Nagy Sándor József közötti részére vonatkozóan is. Ez megvan nálunk, amennyiben a fedezetünk erre megteremtődik, egy csúnyán mondva, akkor igyekszünk erre is sort keríteni a teherbíró képességünk figyelembevétele mellett. És igen, a garázsok esetében az elmondható, hogy magánberuházás révén információt kellett bekérnünk, milyen fázisban tartanak ezek a munkálatok. A Debreceni László vállalkozónak a projektje. Igen, igen. Magánprojekt. Azt az információt kaptuk, hogy a használatba vétel engedélyhez várnak villamosenergia a betáplálási munkálatot, és amennyiben ez megtörténik, akkor úgy a használatba vétel is megtörténhet, és akkor reméljük, hogy ezzel a környéket jellemző parkolási gondok is enyhülnek, enyhítő hatással tud majd bírni. Úgyhogy köszönöm a jelzését, a továbbiakban is akkor, ha képviselő azt, hogy valami hasonló jelleggel, mint egyébként szoktunk ez ügyben beszélni, akkor továbbra is várjuk az észrevételeit. Köszönöm. Köszönöm. Még annyit hozzátennék, most hallottam, hogy a Temesvári úti kerékpárúton nem működik a közvilágítás a déli oldalon. Úgyhogy kérném megvizsgálni, tavaly képviselőasszony többször is interpellált, hogy tavaly előtt sok probléma volt vele. Kérem megnézni és megelőzni, hogy ismét visszatérő problémák legyenek. Illetőleg szeretném még azt elmondani képviselőasszonynak és az érintetteknek, hogy Béres István főépítész úr is utána járt a garázsok ügyének, és azt az információt közölte velem, hogy a beruházó, tehát Debreceni László már 2023 áprilisában megkérte az MVM-et az elektromos bekötés megvalósítására, azonban az MVM még a tervezést sem kezdte meg, nemhogy a kivitelezést, az MVM-nél pattog most a labda, arra vár tehát a beruházó. Illetőleg itt elhangzott, hogy lakókocsik is parkolnak, mint egy panaszként. Szeretném Boros Tamás doktor osztályvezető urat megkérdezni, hogy ennek bármi akadálya van-e, tehát hogyha érvényes műszaki vizsgával rendelkező bármilyen jármű parkol közterületen, legyen az lakókocsi, lakóautó, az szabálytalannak minősül-e. Tisztelt polgármester úr, ezt a lakókocsit a közterületfelügyelők is ellenőrizték, érvényes műszaki vizsgája van, hatóságilag forgalomba van helyezve, szabályosan elvárakozik ott, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Olyan nyomok nincsenek a lakókocsin, ami egy üzemképtelen állapotra utalna, úgyhogy türelmet kérnénk, nincs intézkedési lehetőségünk. Köszönöm, osztályvezető úr, tehát érvényes műszaki vizsgával rendelkező üzemképes gépjármű közterületen bárhol parkolhat is, és bármennyit lényegében ez a helyzet. Elfogadja a képviselőasszony a válaszokat, megkapta-e a felvetéseire a tájékoztatást? Köszönöm szépen, igen. Köszönöm szépen. Szabó Károly képviselő úr, következik öné a szó. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, kettő interpellációs kérdésem lenne. Az első kérdésem a Dénes Majorban elhanyagolt belterületi telkekkel és portákkal kapcsolatos. Ezek az elhanyagolt területeket lassan, de biztosan benövi a kökény, ami most már mind az utakat, mind a járdákat veszélyezteti. Szétszóltan a településen több hektárnyi önkormányzati portai szántó is található. Sajnos ezeket a területeken is már a kökény teljesen átvette az uralmat. Van olyan három olyan porta például egymás mellett, amelyeket már egy összefüggő úgymond kökény dzsungelt alkot. Az önkormány, ugyanez a helyzet sok magántulajdonú területen is. Tudom, hogy dr. Boros Tamás és Kollai sokat dolgoztak, hogy egyáltalán tudjuk ki melyik terület, illetve ki béli. Meg is kaptam tőlük az általuk elkészített új térképet, amit külön köszönnék.
Ezen felbuzdulva rögtön kivittem két magánvállalkozót, hogy esetleg nem érdekelné őket mondjuk szénavágására ezen területek rendbetétele. Hát mit nem mondjak, a második port után menekülőre is fogták a dolgot, amiért meg is értem őket. Ami a területen például ki van adva, azt mondjuk benőtte a kökény, valami önkormányzati terület, és nincs kiadva, az közben be van került, kerítve, és valaki műveli. De vannak olyan porták is, amit véleményem szerint évtizedek óta nem is látott a tulajdonosa. Ezek azok a bizonyos egyforintos porták, amik még a 2000-es években lettek eladva. Kérdésem, hogyan lehetne rendezni a területet, ugyanis míg az önkormányzati területek rendben lakása nem történik meg, addig viszont hogyan tudjuk megkövetelni az elhanyagolt területek tulajdonosaitól? Hát így valószínűleg sehogy. Tehát, hogy van-e valami olyan terv, hogy hogyan tudnánk ezt a területet úgy rendbe tenni, hogy későbbiek folyamán a magántulajdonban lévő kökényes portákat is rendbe tudjuk tenni. A második kérdésem, a városban folyamatosak a fejlesztések, ugye hát ennek mindannyian nagyon örülünk. Ilyen lesz például Gyulaváriban is a kerékpárútnak az építése. Tehát az építések előtt először is mindenképpen a közműveket kell kiváltanunk. Na és itt kezdődnek ugye az első gondok, mert például most csak említeném mondjuk a kommunikációs cégeket, akik annak idején Gyulaváriban mondjuk telepítették ezeket a kábeleket. Ezeket a kábeleket egy 50-60 éves fa oszlopokra telepítették, amik ugye ferdék, korhadtak. Itt a fejlesztés gyakorlatilag abból állt, ugye, amit szabad szemmel lehet látni, ugye kihúzzák a kábelt, és egy néhány ezer forintos bilincsel felszerelik a villanyoszlopra, és ezzel gyakorlatilag megtörténik majd a házakba a bekötés. Gyakorlatilag ezzel elvégezték a saját fejlesztésüket, majd mi ugye belépünk most például a kerékpárúttal, és ugye az új törvények szerint már csak földben lehet kábeleket elhelyezni. Na most itt a városnak ez olyan horribilis költségeket jelent, amit én hát inkorrektnek tartok ezekkel a cégekkel szemben, ugyanis én nagyon nem szeretném, ha mondjuk Gyulaváriban rövidebb lenne a kerékpárút, épp abból kifolyólag, hogy ezek a kommunikációs cégeknek a igényei olyan magasak, tehát hogy onnan föntről ezekre a korhat oszlopokról levigyük, majd olyan feltételeket szabnak, hogy például 100 méterenként külön aknákat kell majd kiépíteni, földbe berakni, kihelyezni, hogy ezt nem igazán tartom korrektnek. Ráadásul nemrégiben megtudtam, ugye, hogy itt egy némelyik cég még azt is közölte, ugye, hogy hát azok a kábelek nem is egészen ott vannak, ahogy a tervrajzban szerepel, nem is egészen olyan mélyen vannak, ahogy a térképen szerepelnek. Tehát így azért elég nehéz lesz. Most gondoljunk bele, itt lesz majd ugye a kerékpárnak a fejlesztése, csak mondok egy számot, tehát nem valósak a számok, mondjuk 100 millió forint egy ilyen kerékpárút, ebből ugye először mi bekalkuláltunk körülbelül mondjuk 20 millió forint, majd szépen lehelyezzük ezeket a kábeleket a földbe, ami érzésem szerint nem minket terhelne, vagy legalábbis csak részben. És ezek a 20 millió forintok most így, ahogy itt meg lettek vizsgálva, egy kicsit jobban ezek a tervrajzok, ugye, hogy nem minden ott van, ahol szerepel, hát ezek jóval több pénzt fognak nagy valószínűséggel fölemészteni, mint ami elsőre be voltak kalkulálva. Tehát az lenne a kérdésem, hogy tudnánk ezzel csinálni valamit, vagy volt esetleg az országban olyan, aki megpróbált egy próbapert indítani egy ilyen cégen. Tudom, hogy ez törvény, és ez egy kicsit ilyen halottnak a csók lesz majd, de hogy nem próbált meg valaki tenni ellene valamit, hogy ezeket a hát szerintem inkorrekt terveket, vagy ők általuk megszabott terveket ezt végre tudjuk hajtani. Tehát ne az önkormányzat fizesse már ki az egész fejlesztésüket, ugye az önkormányzat saját területén, saját fejlesztéséből. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Dr. Boros Tamás osztályvezető urat kérném, hogy a dénesmajori telkekkel, kökényes portákkal kapcsolatban számoljon be arról, hogy
hogy áll most az a munka, amit elkezdtek, hogy felderítsék egyáltalán a tulajdonviszonyokat, birtokviszonyokat? Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a múlt héten befejeződött a kökények, illetve egyéb elburjánzott növényekkel érintett ingatlanoknak a felmérése, beazonosítása. Van egy adatbázisunk, abban benne van, hogy mi a szántó, mi az egyéb kivett terület, és mi az, ami közterület. Egy helyi társulás útján lehetőség lesz valamennyi területnek a rendezésére. Az adminisztrációs előkészítések folyamatban vannak, és a kiemelt cél, hogy ezek a munkálatok még az idei évben elkezdődjenek, azaz a gyérítés, illetve a kökénynek a kökényeseknek a megszüntetése. Minden fejleményről, előrelépésről pedig fogom tájékoztatni a képviselő urat. Köszönöm szépen. Másik kérdésre Domokos Ádám osztályvezető urat kérnem, hogy válaszoljon. Valóban ez minden beruházásnál jelentős költség és a közművek kiváltása. És ráadásul közvélemény talán nem is tudja, hogy az a helyzet, hogy a közműszolgáltatók által kijelölt cégek végezhetnek csak ilyen munkákat, amely cégek száma erősen behatárolt, így nincs igazi verseny közöttük, ezért rendkívül vastagon fog a ceruzájuk. Tehát nagyon magas díjakért végzik el ezeket a munkálatokat, és ráadásul elég hosszú kivitelezési határidőket vállalnak, mert rendkívül leterheltek. Úgyhogy ez minden beruházásnál valós probléma, amit képviselő úr felvetett. Kérném, tájékoztassa arról a testületet osztályvezető úr, hogy próbaperről van-e tudomásunk, és hogy ebben a projektben beterveztük-e a kiváltás költségét, tehát veszélyezteti-e ez a költség adott esetben a beruházás. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Még annyit képviselő úr felvetésére reflektálnék, hogy még terveztetni is kell, ugye az is egy plusz költséget jelent majd, illetve információm szerint nincs tudomásunk arról, hogy próbapert kezdeményeztek a környéken, vagy az országban bárhol ilyen jellegű kérdéskörben. Ugye a gyakorlat azt mutatja, hogy ennek a költség viselője ugye a kivitelezési költséget fogja terhelni ennek a védelembehelyezésnek, illetve a közműkiváltásnak a költsége. Úgyhogy nincs tudomásunk, hogy a környéken vagy országosan valaki ilyen jellegű próbapert indított-e volna. Ugye ennek a szakágy részét meg kell terveztetni, viszont reményeink szerint a tervezett kerékpárút hosszát, illetve a műszaki tartalmát nem fogja befolyásolni, mivel ezek a költségeket már a tervezés, tehát a közműkiváltások költségét a tervező figyelembe vette a várható kivitelezési költségek megállapításakor, úgyhogy reményeink szerint a ismert műszaki tartalom mentén fog megvalósulni ez a projekt, de megvalósítás alatt úgyis majd képviselő úrnak a hatékony együttműködését kérjük, és akkor véletlenül ez is egy megvalósított, sikeres projektünk lesz, úgyhogy köszönöm a szót. Tehát a rossz hír az, hogy várhatóan nekünk kell fizetni, a jó hír az, hogy ez viszont nem veszélyezteti a projekt műszaki tartalmát. Elfogadja a válaszokat, képviselő úr? Igen, elfogadom, és akkor majd remélem, hogy mikor elkezdődnek a munkák, akkor majd a Markó első körben nem a gázvezeték csövet fogja megtalálni. Köszönöm. Igen, sajnos vannak esetek, amikor a közműtérkép nem egészen pontos. Durkó Károly képviselő úré a szó, ön következik. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyző úr, tisztelt képviselőtestület. Egy interpellációra és egy kérdéssel érkeztem a mai testületi ülésre. Az egyik, mind a kettő lakossági kérés. A Pánfi utcában már egy negyed óráig tartó eső után is gondot okoz a csapadékvíz elvezetése az utcával. Ilyenkor még az óvoda előtt is áll a víz. A vízügyi múzeumi épület, a Pánfi Albert emlékhely és a kissé elhagyatott üres telek háromszögében négy lefolyó csatorna is ki van alakítva. A teleknél, valamint az óvoda sarkánál lévő elvezetők valószínűleg tele vannak levéllel, esetleg földdel, a másik kettő pedig kicsit magasabban van kialakítva, mint kellene. Tudunk-e ezen változtatni, ez lenne a kérdésem, és a kérdés. És
Évekkel ezelőtt már szóltunk a Laktanya utca páratlan oldalán rossz állapotban lévő járdáról, különösen a Laktanya utca 5/A és 5/B házak előtt süllyedt meg az aszfaltjárda, de állapota az egész utca részen a Haruker János Technikum és szakiskola épületéig a kanyarig haladva rossz. A kérdésem az lett, hogy mikor várható a kritikus rész kijavítása. Örömmel számolhatok be róla, hogy a két ház előtti résznél a baleset veszélyes állapot meg lett szüntetve, de köszönöm szépen a közreműködést polgármester úrnak, képviselő úrnak, és reméljük, hogy a jövőben, amint adódik lehetőségre, akkor az egész szakasz végleges megoldással meg fog újulni. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Molnár Csaba ügyvezető urat kérném, hogy a Pálfi utcával kapcsolatban tájékoztasson bennünket a csapadékvízelvezetés. A Laktanya utcán valóban pont most a kátyozási munkálatok során ott elvégezték a balesetveszély elhárítására alkalmas beavatkozást, de az utca járdájának a teljes felújítása az még várat magára. Vannak sokkal rosszabb állapotúak, ezt már ott elmondtam a lakónak, akinek a háza előtti részét érintett ez a probléma, hogy például a Semmelweis utca az valóban balesetveszélyes a hársfák által felnyomott aszfalt felületek miatt. Először azt kell megcsináljuk, jövő évben remélem meg fogjuk tudni csinálni, és csak azt követően következhet a Laktanya utca, ha nem jön közben valami. Tehát listán van a projekt, a beruházást meg fogjuk csinálni, csak most nem lehet megmondani. Az idén biztos nem, jövőre biztos nem, nem tudom megmondani, hogy melyik évben, de valamelyik évben biztos meg lesz csinálva. Csapadékvízelvezetés igazgató úr. Tisztelt képviselő úr, tisztelt képviselőtestület! A korábbi években már foglalkoztunk a Pálfi utcai csapadékvíz kérdésével. A fő probléma az, hogy a burkolat elég egyenletlen. Ez a kockaköves burkolat, ráadásul van belőle rakva, hogy én néztem, egy folyóka is, amely a víznyelőhöz vezetné a csapadékvizet. Való igaz, hogy a kollégáimnak szemmel kell tartani ezt a részt, és a takarítási munkákat el kell végezniük, de nyilván az egész város területén látja ez a pár ember a feladatát, nem feltétlenül jut el mindenhova. Sajnos kapacitásunk ugye véges. A víznyelők süllyesztése, én inkább úgy mondanám, hogy ezek ilyen takarító nyílások lennének, nem pedig víznyelők, mert ahogy mondtam, a burkolatot oda kell lejtetni, mert ugye egy pontszerű a víznyelő, és az egész burkolatból akkor oda kéne, hogy folyjon a víz. Erre hivatott az a folyóka, amely ott ki lett alakítva ebből a termésköbből, vagy természeteskőből, amely az óvodai víznyelőkhöz vezetné a vizet, és így meg lehetne oldani. Tehát jelentős költséggel járna az, hogyha ezeket a víz... Tehát magukban, hogy a víznyelőket lesüllyesztjük, attól még nem oldanánk meg a problémát. Inkább a folyamatos, és ez részünkről is elvárás lesz majd a későbbiekben, a folyamatos karbantartása ennek a rendszernek, amely egyébként a Bodoki szökőkúttól indul el, fölveszi a 19 és 25-ös házak, tehát ott a kisközműves és a vízügyi múzeum előtti rész gyűjti össze, a Pálfi utcán keresztül megy be az élővíz csatornába, tehát egy eléggé hosszú rendszer. Oké, képviselő úr, kapott-e választ maradéktalanul a kérdéseire, és elfogadja igen, köszönöm a választ? A választ elfogadom azzal a kéréssel, hogy nézzük meg, hogy a takarítás eredményese, és hogyha megoldódik ez a probléma, akkor mindenki örülni fog, ha nem, akkor viszont szeretném megkérni, hogy vizsgáljuk meg a vízelnyelőknek a süllyesztését, vagy a utca burkolatának emelését, nyilván el lehet majd szakmailag dönteni, melyik az olcsóbb, és a hasznosabb, és a tartósabb, de hát bízunk benne, hogy a takarítás az meghozza majd az eredményt. Köszönöm, a választ elfogadom. Köszönöm szépen. Flau Mária képviselőasszony, következik, megadom a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők. Két interpellációs felvetéssel érkeztem. Mind a kettő lakossági jelzés alapján történik. Az egyik a Hosszú utca és a Köröspart kereszteződésében található egy közlekedési tükör, amelyet régen helyeztek ki. Ez a tükör kitört.
A törött részt azt már eltávolították, az oszlop ott van a helyén. Ez egy nagyon rosszul belátható kereszteződés. A nagyon sok új elektromos jármű, roller, kerékpár is autó, ezek mind hangtalanul közlekednek, tehát régebben még talán a hang miatt észlelték és jobban, óvatosabban közlekedtek. A lakosok azt jelezték, hogy több kisebb baleset már előfordult. Az lenne a kérésünk, hogy megoldható lenne ennek a tükörnek a visszapótlása a baleset megelőzése érdekében. A másik felvetésem az a Jókai utca 28/A előtti csatornavíz elvezető, tehát az esővíz elvezető csatornarész, fedőrács nem került föl. Na most ott a Gárdonyi és a Jókai sarkán ez látható, hogy szépen oda tették. Itt viszont a járda mellett egy nagyon mély gödör van, és ezek a PVC csövek nem is szépen levágva, hanem ilyen nagyon élesen állnak ott ki. Az lenne a lakossági kérés, hogy ha ezt megtekintik, hogy felkerülhetne ide is a védőrács, mert ez így balesetveszélyes, tehát mellé lépnek is, mondom, egy igazán nagy, most én megnéztem, tele volt falevéllel, tehát még csak nem is látszik, tehát nyugodtan odalépett valaki is, hát ilyen jófél lábszárig érő gödör ez. Ez a két felvetésem lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérném Molnár Csaba igazgató urat, hogy legyen szíves megnyugtató választ adni a vízelfolyóval kapcsolatban. A Hosszú utca és Körösparti kereszteződésben lévő tükör kapcsán pedig tiszteletet tájékoztatom képviselőasszonyt, hogy most zajlik a felmérése a különféle közlekedési létesítmények állapotának, és a tükör pótlása iránt intézkedni fog a mérnöki osztály hamarosan. Köszönöm szépen. És most pedig akkor igazgató urat hallgatjuk. Köszönöm, polgármester. Tisztelt képviselőasszony, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. A Jókai utcán a járda másik oldalán, tehát a magánházak felől húzódik egy kis folyóka, ami arra hivatott, hogy a járdán összegyűlő csapadékvizet, illetve a házakról lezúduló csapadékvizet elvezesse a víznyerőbe. Magán a Jókai utcán zárt csapadékvízrendszer van, és ugye nyilván az útburkolatra, illetve az a minimális zöld felülete, az a csapadékvíz nem tudna elszivárogni. Éppen ezért létesült vélhetőleg évtizedekkel, vagy évekkel, jó évekkel ezelőtt ez a kis betonfolyóka, amely jelenlegi állapotában nem alkalmas arra, hogy rácsot rakjunk rá hosszanti irányban, hanem a teljes átépítésével lehetne csak ezt megvalósítani, nyilván ez elég magas költség. Az említett ingatlan előtt, amit tetszett említeni 28-ra előtt pedig az a helyzet, hogy a magán ingatlanról vezetik ki a csapadékvizet ebbe a kis folyókába. Megítélésem szerint megfelelően szakszerűtlenül lett az, mert valamelyik időszakban, mert hogy néztem a térkép, vagy a Google képeket, az a bejáró beton része az újra lett most rakva. Nem mi raktuk, nem a város rakta, nem is a közlemi Kft. Ezt, vagy nem ő betonozta le. Nyilván ezt úgy kellett volna kialakítani a tulajdonosnak, vagy az elkövetőnek, a Peru, vagy a kivitelezőnek, hogy oda egy rácsfogadására alkalmas felület legyen. Nyilván meg fogjuk vizsgálni, nyilván azt szét kell verni, vagy hát el kell bontani, inkább így mondanám azt a részt, és akkor úgy, hogy egy rácsot oda biztonsággal le tudjunk rakni, úgy tudjuk megoldani. Köszönöm a részletes tájékoztatást. Képviselőasszony, kérem nyilatkozzon, hogy elfogadja a válaszokat. Elfogadom a válaszokat, köszönöm szépen. Köszönöm, jó munkát kívánok a felvetett problémák megoldásához a kollégáknak. Tisztelt képviselőtestület, a tájékoztatókra térünk át. A tájékoztatók között az egyes számú, a képviselőtestület legutóbbi ülése óta történt fontosabb események összefoglalója. Van ezzel kapcsolatban hozzászólás kérés? Nincs. Kettes tájékoztató, az pedig az időközben megjelent fontosabb, vagy önkormányzatunkat érintő jogszabályokról szól. Ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás kérdés? Nincs.
Önkormányzatunk aktuális pénzügyi helyzetéről is minden rendes testületülésen tájékoztatót adunk. Ez szerint szeptember 19-én azt írhattuk a tisztelt testületnek, hogy a bankszámlán 30.700.000 forint volt, most október 22-én, amikor készült a legfrissebb anyag, 7.800.000 forintra csökkent ez az összeg, a fő bevételi és kiadási tételek és jogcímek pedig az anyagban olvashatóak, ami nagyon fontos, hogy partnereink felé nincsenek lejárt határidejű, ki nem fizetett számláink az önkormányzati cégek működési támogatásával. A kifizetésével kapcsolatban vannak késedelmek, ezeket is tartalmazza az anyag. Van ehhez kapcsolódó kérdés, hozzászólás? Nincsen. Akkor kérem, térjünk át a napirend előtti beszámolókra. Az egyes beszámoló, ami minden testület ülésen előttünk van, az átruházott hatáskörben szeptember hónapban hozott döntésekről szól. Azok a hatáskörök érintettek, amelyeket a testület gyakorolna az önkormányzati törvény alapján, azonban törvényes jogával élve a testület ezeket átruházta a polgármesterre, a jegyzőre, vagy valamelyik bizottságra, amely szervek pedig ilyenkor beszámolnak a testület számára, hogy milyen témában milyen döntéseket hoztak. Ennek az anyagnak már van határozati javaslata, amely szerint a beszámolót a testület elfogadja. Van-e az anyaggal kapcsolatban kérdés, van-e hozzászólás az előterjesztéshez? Nincsen, kérem, akkor szavazzunk. Tizenhárom igen elfogadta a testület, köszönöm. Ugyancsak minden rendes testületi ülésre benyújtjuk azt az előterjesztést, amelyben beszámolunk a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, azaz a képviselőtestület által korábban meghozott döntésekkel kapcsolatban arról, hogy miként sikerült azt végrehajtani, mi most a státusza az ügynek. Ennek a beszámolónak is van határozati javaslata, amely szerint a testület elfogadja a beszámolóban foglaltakat. Van-e ehhez az anyaghoz kérdés, hozzászólás? Nincsen, kérem, akkor szavazzunk. 13 igennel egyhangon elfogadtuk, most több beszámoló nincs is napirenden. A fő napirendre tudunk ezért rátérni. Fő napirendek között első számú előterjesztés, szándéknyilatkozat benyújtása, helyszínbiztosítás nemzetközi sportverseny számára. Ez a gyulai turizmus szempontjából kínál jelentős lehetőségeket. A Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny 2026 évi nagy rajtjának helyszínére pályázhatunk, tehát a Gyuláról induljon. Ez a jelentős nemzetközi szinten is fontos verseny. A Tour de Hongrie 100 éves múltra tekint vissza. A magyar kormány kiemelt támogatást nyújt jelenlegi szerződés alapján 2022 és 26 közötti években kiemelten támogatja az eseményt, tehát 26 még benne van, ami fontos a mi szempontunkból. Gyula nagyon ritkán tud helyet adni rangos nemzetközi sportversenyeknek, ilyen kerékpáros versenynek pedig még tudomásunk szerint nem adott helyszínt, ezért most ez lenne az első alkalom. A versenyről néhány információ. 6 nap alatt 5 szakaszt tesznek meg a versenyzők, 80 települést érintenek, mintegy 900 versenykilométert tesznek meg, és 22 professzionális nemzetközi csapat vesz részt 132 profi versenyzővel. A lebonyolítást 1700 rendőr segíti, valamint 1000 polgárőr, 400 szervező dolgozik, 800 önkéntessel, és 60 fős tévés stáb segíti a közvetítést. Mert hogy világszerte lehet látni ennek a versenynek a közvetítését minden évben, azt tapasztalhatjuk, hogy a kerékpáros versenyeknek egyre nagyobb a rajongótábora, egyre többen kísérik figyelemmel. A helyszínen akár több százezer ember is nézőként megjelenik, a tévé közvetítések segítségével pedig sok millióan nézik. Elméletileg
ezt a versenyt akár másfél milliárdon is nézhetik, hiszen több olyan nemzetközi sportcsatorna is közvetíti, amelyet világszerte figyelemmel kísérnek, így például a Eurosport, a többit én nem ismerem, mert megmondom őszintén, hogy nem szoktam rendszeresen sportközvetítéseket nézni. Több éves megállapodásuk van a szervezőknek ezekkel a nemzetközi médiapartnerekkel, így 2026-ra vonatkozóan is 190 országban kerülhetett legutóbb képernyőre a magyarországi verseny közvetítése. Ez a Tour de Hongrie egyébként a második legmagasabb kategóriába sorolt verseny. Az elsőben olyanok vannak, mint a Tour de France, és ez pedig a második kategóriába szerepel, ami azt jelenti, hogy sztárok is elindulnak, nagyon ismert kerékpárversenyzők is elindulnak majd. A lehetőség tehát nem csak abban rejlik, ahogy az előterjesztésből kiderül, hogy rengetegen követik magát a versenyt, de abban is, hogy a szervezők kiemelt figyelmet fordítanak a partnervárosok megjelenítésére, és a partnervárosok által megjelölt, általuk előnybe részesített turisztikai attrakciók, látványosságok bemutatására. A honlapjuk is nagy látogatottságnak örvend, azon is meg tud jelenni az a város, amelyik például rajt helyszínül szolgálhat. A Tour de Hongrie hagyományosan május első felében rendezik meg, a csapat bemutatóra kedd este kerül sor, az első szakasz rajtjára pedig szerdán, a csapatok egy része és a segítők pedig várhatóan már vasárnap, illetőleg hétfőn megérkeznek, tehát több napig megtöltenék a gyulai szálláshelyeket. A nagy vendégforgalomra és a jelentős marketing értékre tekintettel a turisztikai destináció menedzsment szervezet tagjai támogatják egyöntetően a pályázat benyújtását, illetőleg minden szállodának a menedzsmentje és a Gyulai Idegenforgalmi Egyesület vezetése. Amennyiben sikerrel pályázunk, akkor az előterjesztésben olvasható, hogy mivel kell hozzájáruljunk a versenyhez, valamint az is kiderül az előterjesztésből, hogy milyen feladataink vannak a rajt helyszíneként. A mai döntés arról szól, hogy beadjuk-e a pályázatunkat. Hogyha beadtuk a pályázatunkat, ez még nem jelenti azt természetesen, hogy mi leszünk a helyszín. Azt később fogják várhatóan 2025 második fél évében eldönteni a szervezők, hogy melyik város lesz a rajt helyszíne, és akkor fogják ezt követően 25 végén az útvonallal és egyéb részletekkel kapcsolatban az egyeztetéseket lefolytatni a nyertes várossal, bízva a pályázatunk sikerében, reményeink szerint Gyula város önkormányzatával. A szándéknyilatkozat benyújtása és befogadása tehát nem minősül szerződésnek vagy kötelezettségvállalásnak. Az együttműködési szándékot jelzi, és minden anyagi jellegű kötelezettségvállalásunkról majd a pályázat sikeressége reményében később kell döntsünk. Én tisztelettel kérem a testületet, hogy egyezően a turisztikai szektor képviselőivel mi is támogassuk a szándéknyilatkozat benyújtását a szervező Vuelta Sport irodához, annak érdekében, hogy a 2026 évi Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny nagy rajtjának helyszíne Gyula város lehessen. Kettő bizottság tárgyalta meg ezt az előterjesztést, a Humán Bizottság törvényesnek tárgyalása alkalmasnak tartja és elfogadásra javasolja, a Gazdasági Bizottság is elfogadásra javasolja, egyhangú döntések születtek. Van-e a testület részéről hozzászólás, kérdés, javaslat? Itt van Komorocki Aliz ügyvezetőasszony, tud válaszolni bármilyen szakmai kérdés fölmerül, de nincsen hozzászólás, akkor kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy 13 igennel egyhangon elfogadta a testület. Köszönöm. A kettes előterjesztés a Gyula belterület 6649/14 helyrajzi számú ingatlan használati szerződésének módosítása. A Széchenyi tó hasznosításáról van szó.
a Csabai úton található Széchenyi tó hasznosításáról, amelyet már évtizedek óta az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Fairbonex Kft. Üzemeltet, szépen kulturáltan kialakította a tó környezetét, és a tavat is rendben tartja. A módosításra azért kerül most sor, mert a tulajdon viszonyokban történt változás, értékesített a gazdasági bizottság a tó körül területeket, amelynek eredményeként lecsökkent az az ingatlan, az ingatlanok a területe, amelyet használati szerződés keretében a Fairbonex rendelkezésére bocsátunk üzemeltetés céljából, és megváltozott a helyrajzi száma is. A használati jogviszony tartalmát nem módosítja ez a döntés, tehát csak az adatokat módosítjuk. A Humán Bizottság szerint törvényes tárgyalása alkalmas, a Gazdasági Bizottság elfogadása javasolja egyhangú döntésekkel. Van-e hozzászólás, kérdés, javaslat? Nincs. Kérem, akkor szavazzunk a határozati javaslat szerint. Módosítjuk az ingyenes használati szerződést. Három igennel egyhangon elfogadtuk, köszönöm a támogatást. A hármas előterjesztés a gyulai polgármester hivatal szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról szóló határozat módosítását tartalmazza. Kérem jegyző urat, hogy legyen szíves ismertetni az előterjesztés benyújtásának okait és a javasolt határozatot. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! A polgármesteri hivatal szervezetében működő anyakönyvvezetők közül az egyik fő magántermészetű okokra való hivatkozása, kérte munkaidejének 8 óráról 4 órára történő módosítását. Ugyanakkor az anyakönyvi feladatok véleményem szerint a jelenleg meglévő 4 fő teljes munkaidős anyakönyvvezetővel látható el kizárólag. Emlékeztetném a képviselőtestületet, hogy korábbi években 5, illetve azt megelőzően 6 fő anyakönyvvezető dolgozott a hivatalban, most 4-en vannak, amelyből 1 fő munkaideje 4 órára csökken. Ezért a városvezetés elkötelezett volt abban, hogy teljes létszámmal tudjanak működni az anyakönyvvezetők, ezért álláshirdetéseket tettünk közzé, és találtunk is megfelelő alkalmas személyt, aki anyakönyvi szakvizsgával is rendelkezik. Ugyanakkor természetesnek gondolható véleményem szerint, hogy 4 órás foglalkoztatásra nem tudunk fölvenni kollégát, tehát 8 órás teljes munkaidős foglalkoztatásra tudunk csak, ezért félfő státusszal kérjük a polgármesteri hivatal engedélyezett létszámát megemelni, hogy a kollégát, akit a leendő kollégát, akit találtunk, őt föl tudjuk venni mind a mellett, hogy a 4 órás munkavállalónkat is meg tudjuk tartani. Egyebekben nem kerül módosításra az SMS, a létszámbővítéshez szükséges fedezet a polgármesteri hivatal költségében a bérmegtakarítás terhére rendelkezésre áll. Köszönöm. Köszönöm szépen, jegyző úr. A bizottságok megtárgyalták, valamennyi bizottság elfogadásra javasolja, a Humán Bizottság megállapította, hogy törvényes és tárgyalásra alkalmas az előterjesztés. Van-e hozzászólás? Nincs. Kérem, akkor szavazzunk a határozati javaslatról. 13 igennel egyhangon elfogadtuk, köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, dr. Bakó Beáta, egyéni vállalkozó felnőtt fogorvosnak a szerződésében 3 helyettese van megjelölve. Egyikőjük dr. Jójárt Andra Tünde már nem praktizál Békés vármegyében, ezért dr. Bakó Beáta fogorvos úrhölgy kéri, hogy módosítsuk a szerződését, és törőjük belőle helyettesként dr. Jójárt Andra a Tündét, mivel még másik 2 helyettese is van, ezért új helyettessel gondoskodni. Ezzel egyidejűleg nem kell. Határozati javaslat szerint ezt a szerződés, feladatellátási szerződés módosítást a testület elfogadja. A Humán Bizottság szerint törvényes tárgyalása alkalmas, szakbizottságként elfogadása javasolja.
van-e hozzászólás? Doktornőt nem látom a teremben. Akkor kérem, szavazzunk. Tizenhárom igennel egy hangon elfogadtuk, köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló rendelet módosítása következik. Az elmúlt időszakban a testület, illetőleg a gazdasági bizottság által megszavazott szerződések miatti tulajdonváltozások átvezetése, valamint egyéb technikai jellegű változások átvezetése az, amit tartalmaz a rendelet módosításának tervezete. Humánbizottság törvényesnek tárgyalása alkalmasnak tartja, gazdasági bizottság elfogadásra javasolja, a gyulavári részönkormányzat is és az oktatás és kulturális bizottság is elfogadásra javasolja. Van-e hozzászólás? Nincs hozzászólás, kérem, szavazzunk a rendelet tervezetről. 13 igennel egy hangon elfogadtuk, köszönöm szépen. November 1-én lép hatályba. A hetes előterjesztés a képviselőtestület SMS-ének módosításáról szól. Az önkormányzati törvény írja elő azt, hogy az alakulülést követően felül kell vizsgálni az SMS-t. A polgármester hivatal jegyző úr vezetésével ezt megtette. A módosítást érdemben nem tartjuk szükségesnek, pontosításokra viszont szükséges sort keríteni a meghívottak személyével kapcsolatban, vagy elnevezésekkel kapcsolatban, mondjuk, hogy a megye már vármegye, és ehhez hasonló jellegű módosítások azok, amiket tartalmaz az anyag. A módosító okirat mellett az egységes szerkezetű, azaz teljes rendelet szöveg is olvasható, amelyben sárgával megjelölve találhatóak azok a részek, amelyekkel kiegészítjük a szöveget, vagy amelyeket törölni javaslunk a szövegből. A bizottságok közül valamennyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja, illetőleg a humánbizottság megállapította még azt is, hogy törvényes és tárgyalásra alkalmas. Van-e hozzászólás, kérdés, javaslat? Nincsen, akkor kérem, szavazzunk a rendelet tervezetről. 13 igennel egy hangon elfogadta a testület, köszönöm szépen. És végül a 2024 évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletünk módosításának tervezetét kell megtárgyaljuk. Ebben a tervezetben szerepel a könyvvizsgálóasszonynak a véleménye is. A könyvvizsgálóasszony megvizsgálta a dokumentációt és megállapította, hogy ez megfelel a jogszabályi előírásoknak. A bizottságok is megtárgyalták, valamennyi bizottság elfogadásra javasolja, és törvényesnek tárgyalása alkalmasnak tartja a humánbizottság. Amint az indokolásból kiderül, a módosításra alapvetően azokból az okokból van szükség, mint például újabb normatív támogatások érkeztek, például a kistérség finanszírozására az államtól közel 18 millió forint, vagy éppen amiatt, mert bizonyos bizottsági döntések vagy tisztviselői kezdeményezések folytán átcsoportosítások történtek a költségvetésben. Ezeknek az átvezetését tartalmazza a rendelet módosításának tervezete. Van-e hozzászólás, kérdés? Nincsen, kérem, akkor szavazzunk. 13 igennel egy hangon elfogadtuk. Ezzel a nyilvános ülésünk végére értünk, nem leszünk mindig ilyen rövidek és gyorsak, de most ennyi feladatunk volt. Zárt üléssel folytatjuk. Zárt ülésen az Erkel Ferenc Művészeti Ösztöndíjra beadott pályázatról fogunk dönteni, tekintettel arra, hogy a pályázó nem járult hozzá a nyílt ülés tartásához, de a határozat majd nyilvános lesz. Köszönöm szépen az eddigi figyelmet a sajtó részéről. Majd hírt adunk arról, hogy milyen döntést hozott a testület. Viszontlátásra!